Pont 70 évvel ezelőtt Mártonáron, Gyimesbe bérmált pénteken, és szombatra átjött ide Somlyóra, egy fehér lovon, és megtartotta a beszédét, szentmisét. Utolsó pünkösdi búcsúja volt nekem, és utána, hát hogy mondjam, papoknak gyűlést tartott. És ott mondta azt a híres beszédét, hogy a kötél a nyakamon. Ha mikor húzzák, meg nem tudom. Rómából semmi biztatót nem kapunk, de ennek ellenére mi ősi hitünkhöz, a mindenkori szentatyához hűségesek vagyunk. Én vállalom a sorsomat, ti is vállaljátok a sorsotokat. És hát Márton Áron hűségéért halálbüntetés kapott. Ugye a kommunisták valahogy nem tudták elfogadni, hogy valaki olyan embernek engedelmeskedik, aki nem román állampolgár, akit nem ők irányítanak. Pápa egy ilyen ember volt. És hát ugye utána abból a halálbüntetésből életfogytiglan lett, és hosszú évek börtöne lett, kényszerlakhely, minden. Sok papját, hívét meg is ölték. Akkor, amikor kínozták őt, megkérdezte az egyik tiszt, hogy mibe bízik? Milyen reménye van? Hány hatalmi hadosztálya van a Vatikánnak? És mondta, hogy talán egy sincs. És akkor elmondták, hogy a Vörös Hadseregnek hány tank hadosztálya van. És Márton Áron mégis kitartott hűségben az egyházhoz, a hitéhez. És azok a tank hadosztályok, hogy őszinte legyek, megette a rozsda azokat, úgy gondolom. Megváltozott a világ, és most Ferenc pápa elmer jönni, a mindenkori pápa eljön Csíksomlyóra, és megköszöni a székely népnek a hűségét, kitartását. Én tudom azt, hogy sokan szeretnének, hogy féljünk, hogy rosszkedvűek, hogy szomorúak legyünk. A gonosz léleknek ez a taktikája. Ő valahogy meg van győződve, hogy a mennyi atya pancser, rossz világot teremtett, ez össze fog dőlni, nincs tovább, nem is érdemes már tartós tejet venni. És ezt próbálja sokszor még a média is partner ebbe, meg nagyon sok ijedős ember ezt a hangot tovább adni. Én valahogy meg vagyok győződve, hogy a mennyi, hogyha ezt a világot profi megteremtette, ez a 4,5 milliárdos év, körülbelül ennyi ideje fut ez a földnevű projekt, ez nem ért a végéhez. Isten országa el fog jönni, fel fogja tudni építeni. És bárki bármit mond, én azt gondolom, ennek a reménynek valamilyen módon a megkoronázása az, hogy Ferenc pápa eljön Székelyföldre.